Ami Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése, őszintévé és tisztává tétele jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Imádkozunk. Valóban, mi gyarló földi emberek nem tehetünk már. Mind dicsérjük a te felséges nagy nevedet, Úr Jézus Krisztus, aki engedelmes voltál az atyának, mikor megkérdezte, hogy kit küldjek el, akkor te önként vállaltad a kereszt halált, hogy bemutassad az emberi bűneiért való véres áldozatot a Golgotán. Köszönjük te néked, hogy te nem palotába születtél, hanem egy egyszerű jászolban. Azért, mert magadat megaláztad, hogy felmagasztaltasson az atya. Köszönöm te néked, mennyi édesatyánk, hogy emlékezhetünk több mint 2000 évvel ezelőtti karácsonyra, a te születésed napjára. Mert te azért születtél meg, hogy majd annak idején, amikor eljön ez az idő, akkor meghalljál érvettünk, meghalljál a mi bűneinkért, és feltámadjál a mi üdvösségünkért. Mert csak te általad, a te halálod és születésed által van minékünk, üdvösségünk. Mert jaj lett volna minékünk, Urunk, hogy te engedtél volna ott a kiabálásoknak, hogyha Isten fia vagy, szabadítsd meg magad a keresztől. Mert akkor ugyanolyan engedetlen lettél volna, mint az első Ádám. Köszönöm te néked, mennyi édesatyám, hogy újra itt lehetek
ebben a kicsi közösségben. Uram, könyörgök te hozzád, hogy azokért is, akik itt tudnának lenni, de nem tartják fontosnak a lelki táplálékot, megelégednek a fizikai táplálékkal is, pedig ahogy a test megkívánja táplálékot, a lélek is ugyanúgy éhezik, éhezél szomjúhozza a lelki táplálékot. Bocsáss meg nekik, Istenem! Majd annak idején majd lehet, hogy úgy lesznek, mint Noé idejében volt a nagy sokaság. Nem tudjuk annak se szerint, se számát, hogy hanyan voltak, akik dörömböltek a bárka ajtaján, hogy eresze be Noé őket, de már bezáratott az ajtó. Köszönjük, hogy még nyitva van az ajtó, és ez a bárka nem más, mint Jézus Krisztus, aki által bemehetünk az örök üdvösségbe. Köszönöm, hogy velünk voltál az elmúlt esztendőben is. Köszönjük, hogy megőrizted életünket. A bajokat is megköszönjük, a betegségeket is, Uram, hiszen azáltal próbálod meg a mi hitünket, hogy nem csak a jó dolgunkban tudunk neked hálát adni, te hozzád hülyek lenni, hanem akkor is, amikor betegséget vagy fájdalmakat, gyász, bocsátasz, mireán. Mert ismerjük Jobbnak a történetét, Uram, aki kitartott még a legnagyobb kínok között is, a legnagyobb próbák között is, de a felesége viszont azt akarta, hogy megátkozzon téged, mert nem ismerte fel, hogy te tőled vannak mindezek. Köszönöm te néked az igét, a Bibliát, köszönjük, hogy anyanyelvünkön olvashatjuk azt, Uram, tanulmányozhatjuk, és köszönjük, hogy még szabadon hirdetjetik az evangélium. De nagyon sok része van ennek a világnak, Uram, ahol most is üldözik azokat, akik hirdetik és követik a te nevedet. Adj nekik erőt, hogy az üldözések közepette is ki tudjanak tartani, hogy ne veszítsék el az ő hitüket és az ő reménységüket, Uram. Könyörgök te hozzád itt is a betegekért, azokért, akik nem tudnak most itt lenni közöttünk, de régebben itt voltak. Uram, könyörgök te hozzád, adjál gyógyulást nekik is, erősítsd a hitüket. Uram, könyörgök te hozzád a gondozókért is, áld meg őket is, szeretettel tudjanak bánni az én idős beteg testvéreimért. Áld meg bennünket egyeninként, áld meg az ige gyarló szólóját is, és egyet, hogy valóban jó földbe, ami szívünk talajára hújjon az evangélium üzenete. Hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen. Amen. Kedves testvérek, az a szentség, amelynek alapján Isten szentségéért hirdetni szeretném közöttetek, írva található Jézus születésének a történetében, a Máté írása szerint a Szent Evangéliumban, az első, vagy a 18. verstől a következőképpen. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybe keltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, nem akart őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban végig gondolta magában, ime az Úr angyala, megjelent neki álmában, és ezt mondta, József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleséged Máriát, mert ami benne van, az a Szentlélektől fogad. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét a bűnéből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr minden próféta által, megüzent a minden próféta által. Imé a szűzfoga méhében fiút szül, akit Imánuelnek nevezzenek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Kedves testvérek, a történelmet Isten formálja, és nem a politika, nem az emberek formálják a történelmet. Már a világ teremtésekor elhatározta Isten,
hogy a saját képére teremtett, és a saját leheletéből lehet lelket, azt nem hagyja teljesen elveszni a kárhozottá venni, mert ugyan az első emberpár, Ádám és Éva megszegte Istennek a parancsolatát. Hát még akkor csak egyetlen egy parancsolatot adott Isten az embernek, igaz? Hogy egyetlen fájáról legyen, arról az egyetlen egy fáról legyen. És akkor még azt se tudta megtartani, igaz? Hát akkor hogy tudnám megtartani a tizet, vagy a többit? Igen, mert Isten nem ölte meg a kígyót, a sátán, mert ő főangyal volt, fényhozó az a neve. Lucifer. Egy főangyal volt, és fellázott Isten ellen, sok angyaltársával együtt. És azért ő az angyalok közül kitaszította. És nem ölte meg. És nem taszította még akkor az örök tűzre, a pokolba. Miért hagyta meg Isten, hogy kísérhesse az ember? Meg volt ennek az oka. Mert Isten próbára teszi az övéit. Úgy, ahogy az aranyat megpróbálják. Királyvízzel szokták megpróbálni az aranyat, hogy igaz-e vagy nem. Ugyanúgy Isten is megpróbálja az aranynál is drágább embert. Hogy hűséges-e hozzá, vagy nem hűséges. Megpróbálja. Sok módja van ennek, ehhez Istennek, hogy megpróbálja az embert, hogy mennyire hűséges. Ehhez tartozik, ez a próbálkoz tartozik hozzá is, a sátán is, aki teremtmény szintén. Az ő eszköze a sátán. Ő rajta keresztül megengedi. Mert Isten nem kísért senkit, de megengedi a sátánnak, hogy kísértse az ember. Ismerjük Jobbnak a történetet, igaz? Hogy amikor az Isten fiak megjelentek Isten előtt, és közéjük tartozott sátán is, mint arkangyal, főangyal, és Isten dicsekedett az arkangyaloknak, hogy van egy hűséges ember a földön, egyetlen egy. És ezt úgy hívták, hogy jó. És láttátok, hogy jó volt, hogy milyen hűséges én mondom. Azt mondta a sátán, könnyű neki, hát mindent megadtál neki. Sok gyereket adtál, nagy birtokot, nagy nyájakat, hát könnyű neki téged imádni, tisztelni. De csak vedd el ezeket tőlem, majd meglátod, hogy akkor is imádni téged. Ugye? És akkor azt mondta neki Isten, kezedbe adom. Próbáld meg! És mégis próbálta sátán. Ismerjük a történetét, hogy Jézus Krisztuson kívül nagyobb szenvedéseket, meg nagyobb próbát nem állt át senki, mint ő. Minden gyerekét elveszítette. Elveszítette minden javagyonát, mindent elveszítette. Egy valakit azért meghagyott a sátán neki. Ki volt az? Hát a felesége. Aki szintén az övé volt, a sátáné volt. Ez jó. Azért, hogy ő által is megkísértse. Mikor látta a felesége szenvedését, amikor fekélyek között, ott a hamuban és a korba fetrengett, és cserepekkel vakarta magát, akkor azt mondja neki, hogy meddig tűröd még? Átkozd meg az Istent is, hallj meg! Legyél öngyilkos! Rá akarta venni az öngyilkosságot. Mert tudjuk nagyon jól, hogy aki önkezével vett véget az életének, az nem örökölheti az Isten országát. Mert életet csak Isten adhat és Isten vehet.
Még most általános vergyel, mert azt mondja neki, hogy kezed badom, mindenét, de az életit kínél. Tehát az életit nem vergyel. És ugye milyen hűséges volt. Szerintem Jézus Krisztuson kívül egyedül ő volt a leghűségesebb teremtménye Istennek ezen a világon. Mert mit mondott? Bolond módra beszélsz. A jót elvettük. A rosszat ne vennénk éjjel. Mert tudom, hogy az én megváltom. Én, és egykor az én porom fölött megáll. Tehát tudta, hogy ezzel a föld élete. A kitart mindvégig, nem fejeződik be az élet. Van folytatás. És ezért jött el Jézus, hogy ezt a halál utáni életet, földi halál utáni életet megszerezze az embernek. Visszaszerezze azt, amit az első Ádám pár elveszített. Hát mit mondjak neki Isten? Hogyha eszel a fáról, halálnak, halálával lakod. Meghalsz. Mert az a második halál, a kárhozat. Első halállal azzal meghal az ember, rendben van. Azok is meghalnak, akik az Úr Jézusé. De a második halállal csak azok halnak meg, akik nem születtek újjá. Mert akik egyszer születtek, csak, azok kétszer halnak meg. Akik pedig kétszer születtek, tehát asszonytól is és Szentlélektől is, azok egyszer halnak csak meg. Mert az nem árt a második halál. Hát ez nem csodálatos, hogy Isten milyen szépen elvégeztette ezt a dolgot. Hát Isten egyedül az embernek adott saját akaratot, lehetőséget, hogy választom. Csak az embernek. Egyik teremtményének se, egyik állatnak se, senkinek nem adott választási lehetőséget. Minden teremtménye az állatok közül is ösztönlény. De Isten mivel a saját lelkéből lehet. Épp ezért olyan kedves neki, hogy aki akarja, az választhatja a jobbik részt, az örök életet, választhatja. Igaz? Én azt hiszem, hogy nincs senki itt Magyarországon, aki ne tudná, hogy vasárnap délelőtt miért szól a halak. Hétköznap még esetleg van, amikor nem tudják, vagy akkor is tudják, hogy ha hétköznap szólalnék, hogy akkor biztos valami halott van. Igaz? De hogy vasárnap délelőtt miért szól a harang, azt tudják. Mert az hívogatja a híveket, hogy gyertek, halljátok, ez Isten beszédét. Mit akar tanítani nektek Isten? Sokszor elmondtam már, és most is elmondom, hogyha senki más, még a sátán se vádol majd, akkor már. Nem vádolja majd azokat, akik majd a kárhozatra mennek, de a harangszava azt mondja, hogy én hívogattalak, de te nem hallgattál. Na de nem csak a harangszava hívogat, hanem azok is, akik már újjá születtek. Azokra is az bízta Isten. Mert mit mondott az Úr Jézus a tanítványoknak, mielőtt emelkedett fel a mennyben? Elmenvés szélesebb világra tegyetek tanítványá minden néven. Hirdessétek az evangéliumot minden nemzedéknek, minden nemzetségnek. Tehát azokat, akik újjászülettek, missziói parancsnak hívják ezt, amit mondott az Úr Jézus. Hatalmas annál, tudjuk, hogy mit jelent a parancs megtagadás.
Már bizony főbelövéssel járt, ha valaki a parancsot megtagadta. De milyen csodálatos úrunk, kegyelmes Istenünk van mi nékünk, hogyha még nem teljesítsük is ezt a parancsot, hogy hirdessük az evangéliumot másoknak, hogy beszéljünk róla, még akkor sem büntet még bennünket halállal. Esetleg majd megpróbál bennünket, még fenyít, mint az apa a fiát. Mert mit csinálta, viszéleim mit csináltak, vagy én is mit csináltam, mikor a gyerekeim nem fogadott szót, vagy rosszalkodott. Mit csináltak? Még akkor lehetett, most már nem. Elővettük bizony a veszőt, aztán megveszőtük, igaz? Édesapám igaz nem veszővel, hanem borotva fenő szíjjal, náspágolt el engem nagyon keményen, amikor rossz voltam, de annak köszönhetem, hogy még most itt vagyok most. Nem robbantam meg az én barátommal együtt, nem robbantam fel. Mert eltiltott tőle, hogy nehogy találkozzak még egyszer vele, hogy együtt járjak vele. Tehát látjátok, hogy nagyon hasznos a fenyítés. Akkor nem esett ugyan jól, de most már tudom, hogy nem csak első születésemkor köszönhetem neki az életét, hanem akkor is, amikor eltiltottak tőle a barátoktól. Salamon király példabeszédi könyvben azt írja, hogy gyűlöli az apa a gyermekét, aki megvonja tőle a veszélyét. Gyűlöl. Mert megmenthetné nagyon sok dologtól. Veszedelmes dolgoktól. De most már ugye nem csinálják, nem lehet, nem szabad. Ezért mondom, hogy liberál, ezt nevezik liberalizmusnak. Mert a libertát az azt jelenti, hogy szabadság. De a liberális, liberalizmus, a liberális az azt jelenti, hogy szabadosság. És nem ugyanaz a szabadság, vagy a szabadosság. Nem ugyanaz. Azt csinálok, amit akarok. Törvénytelenséget is csináltak. Ezt jelenti liberálisnak. És ezt csinálják. Ez van benne. És Isten azt olvasok itt, hogy mikor eljött az időnek a teljessége, akkor Isten kibocsátotta az ő fiát, aki asszonytól lett. Mit ígért Isten ott az első ember párnak a paradicsomban? Mit ígért? Hogy majd az asszony magja a kígyó fejére tapos. Ezt mondta. És az asszony magva nem más, mint Jézus Krisztus. És miért nem Józseftől kellett születni ennek megváltozni Jézusnak? Mert akkor örökölte volna a bűnt. Mert igaz ember Isten előtt nincs. Mindenki vétkezett. Hiával van Isten dicsőségében. Mindenki vétkezett. Épp ezért a Szent Lélekkel által kellett születni. Tehát láthatjuk, hogy Isten hű az ígéreteihez. Igaz, hogy hosszú időt meg kellett eltelni az óraival, de akkor is Istennek van ideje, és ő türelmes. Nem ítélkezik elhamarkodottan, mint mi szoktunk. És hát amit József cselekedett, vagy gondolt magába,
Az egy nagyon nemes cselekedet volt részéről. Hogy titokban akarta elbocsátani, mert nem akarta megszégyeníteni. Mert Izrael törvénye szerint mi ápolna az olyan asszonynak, aki már ugye egy olyan menyasszonynak, aki előzőleg teherbes. Halálra kellett volna kövezni őt. Mert házasság előtt nem szabadul szexuális életet élni. De ugyanez várt volna a házasság tőle asszonyra is, aki már asszony volt, és más férfi élet. Azért akarta ő, hogy nem akarja, hogy ez legyen, mert nem titokba elbocsátja. De este elküldte az angyalát, aki álmába felvilágosította Józsefnek, hogy ne féljen magához. Isten gondoskodott róla. Istennek most is vannak angyalai. Angyal az azt jelenti, hogy küldött. Mondhatnám, hogy én is egy angyal vagyok. Isten küldött. Akit azért küldött, hogy elhozzam nektek jó hírt, hogy nem kell meghalni halálnak halálával. Az én életemben is volt egy eset, lehet, hogy már hallottátok is, de nem mindenki hallotta, amikor Isten egy angyalt küldött, hogy megmentsen engem. És ez az angyal egy 10 éves fiatal ember volt ott a szanatóriumban. Mert ott voltam, Budakeszin, a tüdőszanatóriumban. De abban az időben én már több mint 10 éve, hogy távol éltem az Úr Jézustól. El is mondtam fiatal emberek, hogy én már annyit vétkeztem, hogy Isten már nekem nem bocsát meg. Mert láttam, hogy ő leukémiás volt, ott feküdt a fekpadon, és nagy fekete könyvet olvasott. Én még ugye feljáró voltam, sétáltam. Isten a lelke oda vezetett, hogy menjek oda hozzá, azt kérdezem meg, hogy mit olvas. Azt mondja, hogy ez a Bibliát, egy nagy fekete könyvet. Azt mondtam neki, hogy tudod, én is olvastam a Bibliát, hiszen 10 évesen fogadtam be az Úr Jézust a szívembe. Mondom, én is olvastam, már nem is egyszer, kétszer, háromszor is átolvastam a Bibliát. De abba hagytam. Mert ki, mi jobban kellett a világ? Csábított a világ. És azt mondta, én már annyit létköztem, hogy Isten már nekem nem bocsát meg. Azt mondta, hogy mutassam már meg a Bibliából, hogyha már átolvastam a Bibliát, hol olvastam én ilyet, hogy Isten nem bocsát meg. Mutassam már meg. Hát mondom, az igazat megvalva, nem találtam még én se ilyet benne. Na, látja, azt mondja, eszíteti el nagyon sok emberről a sáktal. Mert nem ember az Isten, hogy nem tud megbocsátani. Mert lehetőséget ad. Mi a lehetőség? Aki megbánja, elhagyja a bűneit, oda viszi Jézus Krisztushoz, és bocsánatot kér, annak megbocsátatik a bűnét. Ilyen egyszerű dolog. És én tényleg, mintha mázsáskövek hultak volna le a szívemből. Akkor virágzott pontosan az olajfogton a szanatúrion kertébe, olyan csodálatos illat volt. Kimentünk, ott voltak padok az olajvág alatt, letérdeköltünk, imádkoztunk bocsánatért. Akkor bocsátott meg nekem Isten. Másodszor. És azóta már nagyon sokszor. Mert nem mondhatom azt, hogy nem vétkeztem azóta is. De tudni kell. Most tudom, hogy van bocsánat. Tudom. Tudom, hogy hova kell menekülni bocsánatért. Azért mondom, hogy
Ott volt Istennek. Én már az Úrnál van. Én már a mennyben van, mert meghalt. És milyen csodálatos, hogy utána még én lettem az evangyala. Mikor az utolsó órában, kórházban volt már, írt a feleségem nekem, hogy mással nagyon már tiszta sebb az egész teste, és akkor elmentem meglátogatni, én vittem neki az örömét. Hogy van, aki várja itt oda fett. És örült neki, hogy elmentem. Bizony. Hát így lehetünk mi Istennek az angyalai. Küldöttei. Tehát Jézus Krisztus azért jött az emberek fiú, hogy megkeresse és megtartsa, aki elvezett. Nem muszáj elvezett állapotban maradni. Nem muszáj. Abból ki lehet jönni. Hát igen. Még egy igét is mondott akkor nekem, kiított, hogy gyorsan. Olyan ismerete volt annak a 14 éves fiatal, azt hiszem 16 éves volt. Van igen ismerete volt, hogy azt mondja, hogy nyissuk ki a Mikaiás prófétának a könyvét. Az van-e odaírva, hogy ne örülj, én ellenségem, elestem ugyan, de perkelek. Hát nem muszáj fekvomorodni. Elesett, azt mondja, maga elesett. De van felállás. És én most segítek önnek felállni. Embereket menteni, embereket halászni. Tanítványoknak azt mondta Péternek, hogy most már tudva embereket fogsz. Ez azt jelenti. Van egy kedves énekünk is, aminek ez az egyik refrénje vége, hogy egy lélekért se érjen vágya téged, hogy te miattad nem láttad őt. Te miattad, mert nem szóltál neki, hogy van lehetőség. Vagy nem intetted, nem figyelmeztetted, hogy hagyd abba. Tehát láthatjuk, hogy Isten gondoskodik róla, hogy az embernek ne kelljen meg elkározni, a pokol tüzére kerülni a sátánnal együtt. Mert majd akkor az utolsó időben a sátán is megkötöztetik, és a kénkővel lévő tóba betetik. De már utána nem lesz, aki kísértsen bennünket. Megszűnik a kísértés. Tehát az Úr Jézus Krisztussal együtt leszünk. Ez a legcsodálatosabb ígéret. Mert az a gyermek, aki akkor megszületett ott Betlehembe, az felnőtt. Az 3 évig itt volt, hirdette az Isten országát. 3 évig járt itt a földön. És utána pedig véres halállal kellett meghalnia. Hozzáteszem véres halállal. Miért teszem ezt hozzá? Mert véres áldozat nélkül nincs bűnbocsánat. Véres áldozat nélkül nincs bűnbocsánat. És épp ezért neki vérét kellett tontani. A keresztelő János, amikor bemutatta a népnek Jézus. Hogyan mondotta? Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Mint ártatlan bárány. Izrael népének Isten azt rendelte, hogy a bűnért egy báránt kellett feláldozni. Vagy keskebakot, vagy akinek a nyakát kellett szedni, el kellett vágni, hogy a vére kifújjon, és a vérét az oltára hinteni. Mert véres áldozat nélkül nincs bűnbocsánat. És Isten, hogy ezt az ígéretét és ezt a kijelentését is beteszik-e, épp ezért nézőnek vérét kellett mondani. Még az is megvan írva, szó szerint, hogy Júdás 3000, hogy 3000 pénzért fogja elárulni. Még az is megvan írva a proféták által. Még az is, hogy és néznek arra, akit által szegeztek, akit által döptek dátával, az oldalába dátával döptek.
Mindent megért Isten. És mindennek be kell teljesedni, amelyek meg vannak írva a könyvben, a Bibliában. Mindennek be kell teljesedni. Eljön mindennek az ideje. Mindennek rendelt ideje van, ezt mondja az írás. Mindennek rendelt ideje. Na de meddig tart ez az idő? Egyszer egy értelemben azt kérdezte tőlem, hogy tessék mondani, mikor kell megtérni. Jó lesz az utolsó percek is, mint a latorna. Azt mondom, természetes. De most azt mondd meg nekem, mondom, hogy tudod, hogy mikor lesz az utolsó perc? Vagy az utolsó óra? Mikor lesz? Hát azt mondja, azt nem tudom. Na látom. Lehet, hogy most. Néha szoktam felvenni stoppot, mikor jövök Szilvásról haza, kocsiba. Most az alatt a rövid idő alatt, ami Szilvásról Borosbélig érünk, most kiteszem a buszmegállónál, azt megkérdezem tőle, hogy mit gondolsz, vagy akar ki? Mit gondolsz, ha most mind a ketten összeütköznénk egy másik autóval, most mind a ketten meghalnánk? És hova kerülnénk? A pokolba vagy a mennyországba? Azt mondja, hogy hát én nem tudom. Vagy majd az Isten eldönti. Nem, mert te döntöd el most. És hova akarsz kerülni? Mert aki a fiú, az él az élet. Kiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg. Tehát meg kell ragadni minden alkalmat. Még azt a néhány percet is, amit leérek Szilvásra. Még azt is meg kell ragadni, akivel beszélgetünk. Menteni az emberi lelkeket. Ez a hívatásunk, ez a feladatunk. Nem csak a papok dolga miatt. Ez a sok viszkó, tudom én milyen lámpa. Tehát mindenkinek feladata az emberek léletmentés szolgálta. Mindenkinek a dolga. Hát ennyit bízott rám az én uram, hogy mostan hát karácsonyra emlékezzen, ahogy már utána vagyunk, hogy elmondja, mit tennetünk. Ugye ez a karácsony Isten tisztelt helyet volt mostan. Ennyi bízott rám. Hogy kell ezt kiváltani? Úgyhogy figyeljünk a hallottakra, és szívleljük meg. Szívünkbe zárjuk, és hogy teremjen az ige gyümölcsöt számunkra. Amen. Most pedig, kedves testvérek, mivel ugye karácsonykor nem tudtunk úrvacsorát venni, hát így az úrvacsora osztásra készülünk. Van-e valaki, aki nem szeretne úrvacsorázni? Mert ez csak egy lehetőség, nem kötelező.